kedves testvérek, a Jóisten azokat is meg akarja menteni, akik a hamis mammonnak szolgálnak. Sőt, az evangéliumban hallhattuk a felhívást, szerezzetek barátokat magatoknak, akik a hamis mammonban vannak, és hogy álljanak be ők is az Istennek a szolgálatába. Tehát mindannyiunknak feladata, amit kér tőlünk az Úr Jézus, hogy elvezetni a bűnös embereket, elvezetni azokat az embereket az Istenhez, akik úgy gondolják, hogy a pénz a minden. Hiszen hallottuk az evangéliumban, hogy kibékíthetetlen ellentét van a pénz és az Isten között. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Hallhattuk az evangéliumban ezeket a szavakat. Az életünket, ha akarjuk, ha nem, mindig döntünk. Sokszor észrevétlenül is. Döntünk az Isten mellett, vagy az Isten ellen. Mert hogy mindent tettünk, valamiről szól. Még akkor is, ha úgy gondoljuk, hogy közömbösek vagyunk a világ dolgaival szemben, és talán érdektelenek vagyunk akár az Istennel szemben, vagy akár a világ dolgaival szemben is. Ha akarjuk, ha nem, döntünk, cselekszünk, és mi keresztények hisszük és valljuk, hogy minden tettünkért felelősséggel tartozunk. Mert egyszer majd számot kell adni a Jóisten előtt az életünkről. A harmadik században keresztény üldözés dúlt, Aurelianus császár idejében történt, akinek volt egy kedvelt, kiváló tisztje, aki becsülettel szolgálta a császárt. De mindenkinek vannak rossz akarói, és Máriusnak is voltak olyanok, akik besúgták a császárnak, hogy bizony ez a híres, becsületes tiszt, akit Máriusnak hívtak, keresztény. A császár magához hívatta, és elmondta neki, hogy mit is mondanak róla, és 24 óra gondolkodást adott neki, hogy válasszon, hogy mit szeretne. Ha megtagadja keresztény hitét, akkor előléptetik, ha pedig nem, akkor halál vár rá. Ez a tiszt fölkereste azt a püspököt, aki annak idején a katakombában megkeresztelte. A püspök levezette őt abba a keresztelő helyre, ahol a keresztelő kút volt, levetette vele a kardját, oda tette az oltára, és oda helyezte az evangéliumos könyvet is. És azt mondta, hogy választanod kell. Választanod kell a hírnév, a rang, a dicsőség között és az Isten között. Melyiket választod? Máriusz az evangéliumos könyvet választotta, és ezzel együtt a halált. Az első keresztények akkor, amikor vállalták a Krisztus követést, nagyon sokszor a halált választották. Annyit kellett tenniük, hogy megtagadják a hitüket, és akkor életben maradtak. Ez a bálványimádás pedig legtöbbször annyit jelentett, hogy a császár szobra elé kellett járulni, ahol ott volt a tűz, a parázs, és egy pár szem tömjén kellett szórni a szobor előtt lévő kis parázsra. Aki ezt megtette, az életben maradt. De a keresztények erre nem voltak hajlandóak. Ezért az első három században a keresztények legtöbbször életüket adták a krisztusi hitért.